Május 26-án Újpest képviselőtestülete népjóléti alpolgármesterré választotta Pernecki Lászlót, aki hosszú évek óta szolgálja a kerületet önkormányzati képviselőként, és azt a területet is jól ismeri, amelynek most felelősévé vált. Ennek ellenére, vagy éppen ezért alaposan átgondolta, mivel is járhat az új feladat készítettem egy egész SWOT analízist, erősségek, gyengeségek, lehetőségek, kihívások, nem lesz-e túl nagy rám a kabát. 12 éve vagyok azért most már a Népjóléti Bizottságnak a tagja, 2009 óta vagyok, 2010 óta vagyok önkormányzati képviselő a választók bizalmából, tehát és végig azért a Népjóléti területen benne voltam. Igyekszem hogy továbbiakban is azért az a szemlélet megmaradjon, elsősorban a közelség elvét kellene érvényesíteni, vagyis minél kevesebbe ügyben döntsünk hivatalból, papírok alapján, ahol csak lehet én igyekszem terepre menni, személyesen ismerkedni, személyesen megnézni, meglátni, megtapasztalni azt az élethelyzetet, ami adott esetben, vagy azt a kihívást, ami, ami a feladat körömbe esik, és az alapján tudunk majd remélhetőleg minél bölcsebb döntéseket hozni. És bár a szolgálat júniussal indul, a munka már javában tart technikailag a mínusz egyedik napon, mínusz második napon vagyok, mert június elsőjével fogom felvenni a teljes fordulatszámot, de már ma délelőtt, hétfő délelőtt az STK-ban kezdtem, Ungár Klára vezetőigazgatóasszony asszony és az STK stábnak mutatkoztam be, és végigültem egy stábértekezletet, kapkodtam egy kicsit a fejemet, jó sok minden van, illetve múlt hét pénteken megtörtént hivatalosan az átadás átvétel a mínusz harmadik munkanapomon, 143 akta van, azt hiszem, e pillanatban a szociális és népjóléti ö, 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 alpolgármester portfóliában jellemzően házi orvosokkal való szerződések, de Kehop pályázattól kezdve egy különféle fejlesztési tervek, mindenféle van. Szerintem el fog telni egy hónap, amikor nem nagyon alszom, hanem majd olvasgatok sokat. Az akta hegyek megmászásához azért még el kell a társak tapasztalata. Nagyon számítok mindenek előtt a kollégáknak, a stábnak, a szakértőknek a támogatására. Ez egy politikai döntéshozói kör. Én kellő alázattal igyekszem ebbe beleilleszkedni, megtanulni mindenek előtt, hogy hogyan működnek a dolgok, és amikor majd olyan döntéseket kell meghoznom, megalapozni, amelyben politikai döntés igényeltetik, akkor is én nagyon számítok a szakértőknek a véleményére, és a lehetőleg bölcsebben Újpest javára dönteni. Az biztos, hogy amikor csak lehet, Pernecki László továbbra is bringával járja majd a terepet. Talán csak a kutyasétáltatásra jut kicsivel kevesebb idő.